Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható augusztus hónapban a bak jegyében születetteknél? Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint. Mielőtt kezdenék, valamit szeretnék még mondani arról, hogy mit üzennek a csillagok. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Ha Szaturnusz bolygó hat, akkor mindig vannak sorsdöntő döntések, találkozások, változások. Szaturnusz bolygó a bak jegyében mozog, kihat rád, hiszen a napod a bak jegyében van. Ez egy erős hatás, hiszen Szaturnusz bolygó uralkodik a bak jegye felett, és itt lesznek most sorsdöntő változások. Jupiter bolygó szerencsét hoz, adja a lehetőségeket. Jupiter bolygó az a halak jegyéből hat, és ez egy jó kapcsolat, jól hat ki rád. Vénusz bolygó az ikrek jegyében van, ez olyan távolságban van a bak jegyétől, ami bizonytalanságokat vált ki a hölgyeknél, vagy a szerelmi élet területén. Merkur bolygó az az oroszlán jegyében van az indiai számítás szerint, és ez bizonytalanságokat vált ki, ugyanúgy, mint Vénusz bolygó hatása. Mars bolygó az a kos jegyében van, és a kos jegye és a bak jegye között nincs jó kapcsolat, ezek lehetnek kihívások, amit meg kell oldani. Az is előfordulhat, hogy fáradtnak, kimerültnek érzed magadat, vagy be kell fektetni az erődet, hogy megoldj bizonyos dolgokat. Ez lehet egy új kezdet is, ahol még vannak nehézségek. Mars bolygó jelenthet egy férfit is, és előfordulhat, hogy visszahúzódó, vannak nézeteltérések. Augusztus 12-én telihold van, mégpedig a bak jegyében. Itt magas célokról van szó, elképzelésekről, és az a fontos, hogy legyen meg a türelem, a kitartás, ne add fel a céljaidat. Augusztus 27-én új hold van, ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt. Ez az új hold Regulus csillag hatása alatt áll, ez egy királyi csillag, és szimbolizálja a szívünket. Én úgy szoktam mondani, hogy a szívünk olyan, mint egy kincses láda, ki kell nyitni, és akkor minden ott van, amit kedvelünk, amit szeretünk. Augusztus 1-én Uránusz bolygó és Mars bolygó együtt hat. Uránusz bolygó jelenti a változásokat, és ez kihat a férfiakra. Augusztus 24-én Uránusz bolygó megáll, utána visszafele halad, és jelenti a múltat. Itt is változásokról lesz szó. Lehet, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból, lesz újra kapcsolat. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy a képen. A fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra, utalnak a terveidre. Itt látható ez a torony és ez a hegy. Ezek problémák, nehézségek, korlátozások. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy.
itt kinyílik számodra egy ajtó. Tehát lesz itt egy megoldás. Ami eddig úgy nyugodtan történt, nem volt mozgás, minden úgy megállt, vagy ő volt visszahúzódó, ez elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják a koporsót. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak mindent, és akkor az már nincs ott. Tehát ezt a visszahúzódást, ezt a csendet eltávolítják az egerek. Az is lehet, hogy valaki beteg volt a családban, a környezetedben, vagy az ő környezetében, és féltetek attól, hogy itt lesz egy haláleset, viszont ez nem fog így lenni, hiszen az egerek eltávolítják ezt a koporsót, és lesz gyógyulás, változik a helyzet. Amit még jelenthetnek itt a kártyák, hogy itt vannak barátságok, régi barátságok, és te úgy gondolod, hogy ez a barátság már eltűnt, ezek nem jelentkeznek újra, viszont, ahogy asztrológiánál mondtam, valaki gondol rád, visszatér a múltból, ez a barátság, ez a barát vagy barátnő jelentkezni fog újra nálad, és itt a kulcs azt jelenti, légy biztos ebben, hiszen itt kinyílik az ajtó, lesz egy látogatás vagy egy meghívás, és ez úton van hozzád, jelentik az utak. Persze az utak utalhatnak döntésekre is, amikor különböző lehetőségek vannak, és elgondolkodsz azon, milyen irányba. Itt vannak tervek nálad. Itt a fa jelent egy bizonyos helyet, ahol úgy érzed, hogy le tudsz gyökerezni. Ez adja a biztonság érzetét. Ez lehet a hivatásod, lehet a lakhely, lehet egy párkapcsolat. Itt is kinyílik egy ajtó, itt is lesznek lehetőségek. Amit a fa még jelent, a gyógyító erő, és a rend, hogy rendezed a dolgokat, minden javul, tisztázódik valami. Megvan itt a gyógyulás, ha valaki beteg volt a környezetedben. Azt is jelentheti, hogy ez a te hivatásod, és itt fogsz fontos döntéseket hozni. A te lelki társad itt látható a képen. Ti egy vonalban vagytok, ami összeköt benneteket, az a hold, az jelenti a mély érzelmeket, egy lelki kapcsolatot, az álmokat, a vágyakat, és itt a park, az jelenti a nyilvánosságot, tehát beszélni fogtok érzelmekről, vagy megjelentek a nyilvánosságon, hiszen felvállal téged, itt lesznek változások. Ez a kártya persze utal általánosságban a férfiakra is. A feje fölött nincsenek kártyák. Az jelenteni az ő gondolatait. És az arra utal, hogy ő nem engedi azt meg, hogy bepillants az ő gondolataiba. Azt is jelentheti, hogy ő eltekint a dolgok felől, hiszen nem akar odafigyelni bizonyos dolgokra. Holott itt látható mellette, hogy lesznek változások, és itt a háta mögött megjelenik ez a kereszt, ami fontos számára, hiszen a sors utak kereszteződnek, lesznek sorsdöntő változások, ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt is döntésekről van szó, és lesznek itt ezek a változások. Ez a visszahúzódás, ez elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják a koporsót. Utána megjelenik
itt ez a kép az utak, ahol döntésekről van szó. A múltját itt látjuk mögötte. Itt látható ez a kígyó. Természetesen utalhat változásokra, megújulásukra, vagy a gyógyító erőre. Lehet, hogy ez a hivatása. És ezen a területen jön a pénz, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. De ez a kígyó lehet egy nő is, aki ki akarja őt anyagilag használni, hiszen a kígyó alatt ott van a ravasz róka, ez a nő hamis, és ez a ravasság egy vonalban van a halakkal, tehát itt pénzről van szó. Itt az ostor szintén megjelenik a kígyónál, itt vannak fájdalmas emlékek, de ez szerencsére már elmúlt, hiszen a kasza eltávolította az ostort, mindazt, ami fáj, és itt van a csillagkép, ami szerencsét hoz, utal a jövőre, minden úgy történik, ahogy a csillagképekben meg van írva. A kígyó előtt itt van a felhő, valami még olyan átláthatatlan, és ő külföldre figyel. Lehet, hogy itt vannak külföldi kapcsolatok nála, vagy tervez egy utazást, de nem beszél nyíltan erről, hiszen ez minden olyan beborult, olyan, mint egy fátyol, nem tudunk ezen átlátni. Amit a felhő még jelenthet, az időt, mégpedig fél évet. Neki kellene elgondolkozni azon, mi történt fél évvel ezelőtt, mert itt volt hamisság, itt voltak bizonyos események, ami a pénzzel áll összefüggésben, és most döntésekről lesz szó, lesz egy új irány, tehát lezár valamit a múltból. Itt ez a hajó jelenti a reményt is, a reményt, hogy javul a helyzet, itt előre mennek a dolgok, itt a szerencse, és meg lesz újra az életerő. Ez a kígyó lehet az ő volt partnernője, lehet egy kolléganő is, hiszen itt van a közelben ez a horgony, ami utal a munkára, a hivatásra, vagy lehet valaki a családból, hiszen itt van ez a ház. És az utal az ő otthonára, vagy a szülői házra, vagy a rokonokra. Itt is azért oda kell figyelni a dolgokra, hiszen a ravasz róka jelenti az, hogy valaki úgy figyelgeti az eseményeket, kíváncsi, különösen, ami az otthont illeti, és a pénzügyi dolgokat illeti. De azért lesznek itt változások, itt a madarak jelentik a beszélgetéseket, ez szerencsét hoz, ami a munkát, a hivatást illeti, itt megvan a lehetőség, hogy egy spirituális területen dolgoz, itt tisztító hatás van, és a munka mellett megjelenik a ház, ez jelentheti azt, hogy otthonról dolgozol, vagy valamit kiépítesz, mint például egy magáncég, egy magánvállalkozás. Itt látható, hogy egy vonalban vagytok. Ez a kapcsolat kettőtök között. És itt mély érzelmekről, álmokról, vágyakról van szó. Ami még összeköt benneteket, az a szerelem, ez a szív. Hiszen ő egy vonalban áll a szívvel, ugyanúgy, mint te. Itt lesznek változások, lesz egy jó hír, meg lesz a kapcsolat, és a gyermek utal egy új kezdetre. Ez a könyv az jelentheti a tudásodat, vagy egy továbbképzést, ez is lehet egy új kezdet számodra, és a levél a gyűrűvel együtt utal szerződésekre. A gyermek jelentheti a gyermekeket is.
És a hold az jelenti az anyai érzelmeket, ez lehet egy kispapának a születése is. Itt mögötted megjelenik a nap, és ez a jeges medve utal az élet erődre, a fiatalos kisugárzásodra. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. Ő eltekint a dolgoktól, nem beszél, zárkózott, le kellene zárnia valamit. Valamit a múltjából, különösen azokat az eseményeket, amit ő fél évvel ezelőtt átélt. Itt lesznek fontos döntések, változások. A kígyó jelenti a megújulásokat, olyan, mint egy újjászületés, még valami olyan átláthatatlan, de az is lehet, hogy ez a nő zavarja őt, és emiatt az anyagi dolgok olyan bizonytalanságokat váltanak ki nála. De megvan a remény arra, hogy ő lezárja ezt a kapcsolatot, tisztázza az anyagi helyzetet. Ez a hajó jelent külföldet, külföldi utazásokat, és az lehet ennek az ingatlannak a vásárlása is. Vagy egy látogatás. Második hét augusztus hónapban itt látható lesznek változások, a nyilvánosság jelenti az elismeréseket, egy régi kapcsolat visszatér, barátságokról van szó, itt kinyílik egy új ajtó, jelenti a lehetőségeket, tisztázódik az anyagi helyzet, a virágcsokor jelenti a szépségedet, a nőiességedet, egy kreatív tevékenységet, viszont jelenthet szerencsét is, vagy hogy valaki meglep téged, megajándékoz téged. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, de azért légy kicsit óvatos, mert a ravasz róka itt van, kihat a házra, kihat erre a horgonyra, tehát ez a hamisság a környezetedben van, az lehet a munkahely, lehet a család, vagy a szomszédok. Harmadik hét augusztus hónapban itt látható. Lesz egy jó hír. Ez kihat a szerelemre, kihat az érzelmeidre. A gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között, vagy azt, hogy visszatér hozzád, de ez a két kártya utalhat bizonyos szerződésekre is, és itt rendeződik, kitisztul valami. A hegy az jelenti a téli hónapokat, itt voltak annak idején korlátozások, nehézségek, különösen ami a hivatalos dolgokat illeti, vagy egy bírósági ügyet, de jelentheti az iskolát is, hiszen a gyermek egy vonalban van ezzel a toronnyal, de itt most tisztázódnak a dolgok, szerencsét lesz, különösen, ami a hivatást illeti, lesznek itt fontos beszélgetések, és a hivatás együtt a csillagképpel jelenthet egy spirituális területet is. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható, te állsz a középpontban, megvan a fiatalos kisugárzás, az életerő, tanulsz valamit, és szerencse lesz a szerelmi élet területén. A múltban megbántott valaki, de ezt te lezártad, és itt megjelenik újra a szerencse. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tender Rá!